A 12. kerület egyik legnagyobb problémáját az Alkotás utca, illetve a Déli pályaudvar jelenti. E kettő átalakításához ugyan kormányzati és fővárosi együttműködés is kell, ám a hegyvidék többi részét rövid, illetve középtávon is szeretné élhetőbbé tenni az önkormányzat. Ehhez új rendezési tervet, illetve területfejlesztési stratégiát dolgoznak ki, és ezt egy szakmai tanulmányra alapozzák. Kitértünk a közlekedésre, lakáshelyzetre, térhasználatra, beépítés jellegére, a közterület használatra, a zöld területekre, a társadalmi identitásra, az integráltságra, a szolgáltatásokra, a fejlesztési lehetőségekre, alközpontokra, városrészekre. Hát igyekeztünk számtalan szempontból megvizsgálni a kerületet, és egy olyan anyagot elkészíteni, ami reményeink szerint a következő nagyjából 10 éves időtartamban muníciót tud szolgáltatni a kerület vezetésének, illetve tervezőknek, szakembereknek ahhoz, hogy mit érdemes és mit lenne szükséges csinálni a kerülettel. A felmérés például arra is kitér, hogy a kerületben a parkolási gondok és az úthálózat túlterheltsége már nem csak a keleti, vagyis a Krisztinavárosi területeket sújtja, hanem a családi házas részeket is. Többek között erről és szinte minden felmerülő részletről megkérdezték az itt lakók véleményét is. A kutatás során végeztünk egy nagyjából 2200 fős reprezentatív közvéleménykutatást, ami a kerület minden egyes kerület részére vonatkozólag is reprezentatív, vagy pontosabban közel reprezentatív eredményeket tud szolgálni. Tehát, hogy a célunk az is volt egyébként, hogy ne csak azt tudjuk meg, hogy a kerület egészen bizonyos kérdésekről mit gondol, vagy milyen véleménye van, hanem azt is, hogy adott részeken mik azok a főbb jelenségek, amik megfigyelhetők. Ez kiegészítette, ha jól emlékszem, 6 darab fókuszcsoportos kutatás szakértőkkel, lakókkal, döntéshozókkal, kerületet ismerő szakemberekkel. A tanulmány tudományos hátterét a Hétfa Kutatóintézete, az ELTE és a Corvinus oktató és hallgatógárdája, valamint a Mobilissimus és az Eltinga kutatóközpont szakértői adták. Folyamatosan nő a regisztrálók száma a vaccinainfo.gov.hu oldalon. Már több mint 500 000-an jelezték, hogy szeretnék beoltatni magukat a koronavírus ellen. Az egészségügyi dolgozókat országszerte már 25 kórházban oltják, és megkezdődött a szociális intézmények lakóinak és dolgozóinak immunizálása is. A harmadik rizikócsoportba a 65 év felettiek tartoznak, az ő oltásukra várhatóan februárban kerül sor. Ha ilyen ütemben halad az oltások beadása és a vakcinák importálása, akkor egy egészséges, középkorú személy nyáron juthat hozzá a védőoltáshoz, mondta el Rosvai Miklós virológus. Reméljük, hogy egyrészt a vakcinaszállítás üteme felgyorsul, másrészt pedig egyre több és több vakcinát engedélyez majd az Európai Gyógyszerügynökség, és így egyre kiterjedtebben lehet majd vakcinázni a COVID-betegség ellen. Különben a nyári immunitás elérése az idén nem valószínű, ha ezek a feltételek nem teljesülnek. Magyarországon jelenleg 2 vakcina használatát engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség, a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinákat, és folyamatban van egy 3. oltóanyag engedélyeztetése is. A 3. vakcina, amiből szintén van Magyarországon 3000 adag, ez az orosz Sputnik vakcina, ez pedig vészhelyzeti felhasználásra van engedélyezve a magyar hatóságok által. Amennyiben valakinek ezt a vakcinát ajánlják fel, akkor őt előre figyelmeztetni kell, illetve az aláírásával hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ebben a 3. klinikai fázisban részt vegyen, hiszen ne felejtsük el, ez a vészhelyzeti felhasználás, ez az úgynevezett 3. klinikai felhasználás, vagy 3. klinikai kipróbálás része, ilyenkor az oltott szemétől hozzájárulást kell kérni. Az oltóanyagok között nincs lényegi különbség, hangsúlyozta a szakértő és hozzátette, azok a vakcinák, amik engedélyt kapnak, ártalmatlanok, illetve hatékonyak, és ezt számos elővizsgálattal bizonyították a szakemberek. A különbség csak az ismétlő oltások szempontjából van.